Köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy a kapunyítási pánikot a legegyszerűbben úgy érthetjük meg, ha elgondolkozunk azon, hogy miért nem akar kiröppenni a felnőtt életbe elég sok 82 után született Y-generációs, vagy 95 után született idősödő Z-generációs ember, tehát mondjuk a 20 évesek és a kora 30-asok, hogy miért nehéz felnőtté válni, miért nehéz munkába lendülni, annak azt gondolom, hogy nyilván vannak társadalmi gazdasági okai, de hát főképpen vannak pszichológiai okai. Ez úgy a családban, mint az emberek egyéni személyiségében is kereshető, és bízvást mondhatom, hogy egy csomó megoldó képlet van a generációk közötti kommunikációban is. Ez nagyjából annyit tesz, hogy a 40-50 közötti X generáció, amelyik most ül a munkahelyeken, mint munkaadó, vagy néha tanárként bizonyos helyeken, a jelenlevők mindig kivételek, ők is néha egy kicsit furcsán nézik az Y-generációt, ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit UFO-szerűen ábrázoljuk őket, akik annyira nagyon mások. Miközben azért annyira nagyon nem mások, csak van egy csomó új személyiség, működési jellegzetesség, amelyhez az X-generáció a tekintélytiszteletben szocializálódott nemzedék nem szokott hozzá. Ezért aztán vannak élethelyzetek, amikor a fiatal Y-generációs ember valóban picit lehet, hogy hasonlít egy megátalkodott nagy csoportos óvodásra, cserébe viszont az X-generációs ember, aki munkaadó lehetne adott esetben, pont olyan lesz, mint egy rettenetes szülő, aki most aztán megleckéztet. És ez nem, egyébként nem magyar jelenség, ez a világon szerte így van, hogy nem érti az idősebb korosztály, hogy mi a baj, mitől fél, mitől tart az Y-generáció. Azt gondolom egyébként, hogy nincs tuti megoldóképlet, tehát nincs egy darab jó recept, amit ha bemagolunk, akkor az akkor onnantól kezdve működni fog. Van csomó sok apró, fontos dolog, amit érdemes tudni, amelyeket azt mondhatnám, lefoghatunk az érzelmi intelligencia fogalmával is, vagy a helyzetek jó kezelésével, meg mindenfélével, de hát kétségtelen tény, hogy a 21. században Y-generációs embernek lenni annyit tesz, hogy nagyon pontosan kell ismerni magunkat, az önértékelésünket, és nem árt, ha van némi önbizalom a tarsójunkban. Köszönöm.